A műsor támogatta a Haris Park. Nagyon sokat vitatkoztunk a barátnőmmel erről, hogy léteznek-e gonosz állatok. Tehát, hogy mint ahogy a gonosz emberek is erről beszéltünk, hogy alapvetően, mert embereknél is már valaki megszületik, és már csecsemőként olyan, hogy ránézel, és tényleg, mintha az ördög ott... De tényleg vannak ilyenek. Tehát, hogy, és nem csak horrorfilmekben. Tehát, hogy valahogy genetikusan ez a... Ezért ott lehet-e az állatokban. Én a gonosz szóval, meg ugye az ilyen szavakkal mindig érdemes óvatosan bánni. Az tény, hogy állatoknál is, most minden genetikai halamtól eltekintve, vannak olyan betegségek akár, vagy idegrendszer elváltozás, ami kiválthatja azt, hogy szélsőséges agressziót mutat, kutyáknál is előfordul. Ez benne van a pakliban, általában ezek az esetek elég hamar kiderülnek. Főleg, hogyha szakemberhez fordul a kutyatartó, és akkor a szakember vagy tovább küld egy másik szakemberhez. De mondjuk egy domestikált állatnál, tehát egy kutyánál szerintem tehát nem tudott tovább szaporodni. Tehát az, amelyiknek ilyen hajlama volt, ugye azt már elnézést a kifejezésért, de 150-200 évvel ezelőtt agyoncsapták. Tehát amelyik ugrott, vagy ilyen úgymond, akkor nevezzük gonoszságnak, vagy ilyen hajlamai voltak, tehát nem is, hogyha genetikailag öröklődött, nem is tudta ezt továbbadni. Tehát én úgy gondolom, hogy manapság, ami nagyon sok problémát okoz, ez a kutyaharapás, ez nem azért van meg gonosz a kutya. Az, hogy mondjuk olyan szinten elferdül a személyisége egy bizonyos életkorra, hogy úgy néz ki számunkra, hogy gonoszszá vált, annak azért előzménye volt. Tehát akár a bántalmazták, akár rossz volt a szocializációja, a dominánssá nevelték, de ez, hogy mondjuk így eredendően gonosznak szülessen egy kutya, én szerintem ez kutyánál nem nincsen, mert egyszerűen nem volt lehetősége tovább szaporodni.